Cigi! Cigi! Ő a kedvencem. Joer Junior. Na jó, nem. A Joer Junior a kedvencem. Milán. Kósz Milán! Aki úgy néz ki, mint az Alán. A Ritnovsky. Vírus Sipi. Sipi. Felus. Felus. Hogy tudod magad komolyan venni, úgyhogy Felusnak hívnak? Bocs, Csávuk. Bocs, nem akartam személyeskedni. Hölgyek, urak, fiúk, lányok, óriási szeretettel köszöntünk. Ú, itt most sokkal halkabb lett a videó hirtelen. Ja igen, hát nincs a mikroport. Innentől kezdve ugye minden csütörtökön 17 órakor premier itt a YouTube-on, úgyhogy ha még nem vagy feliratkozva a kreatív... Minden csütörtökön jön a content, srácok. Végre lesz mit nézni, de jó? Na fel is iratkozok a Creator TV-re. Benyomom. Én benyomom a csengőt, meg. Amúgy arra gondoltam, hogy kellene egy külön Clips csatorna. Mert látom, hogy külföldön nagyot megy, és lehet, hogy ez egy ilyen olyan dolog lehetne a YouTube-on, amit még így nem nagyon próbálgattak emberek, de azért próbálgatják, és működne. Itt nem menne. Szerintem menne. Úgy Clips, hogy nem konkrétan shorts csatorna, hanem kajakra Clips csatorna, és rövid klippek lennének fönn. Tehát ilyen 3 perces videók mondjuk. Hova utazzunk, srácok? Itt vannak a csávok, szevasztok! Hát hogy lennék itt, jó reggelt! Ha valakinek nem tűnne fel, itt vagyunk a budapesti repülőtéren, és egy 10 perc alatt el kellene döntenitek, hogy hova utazzunk. 7 órakor 2 járat indul, Bécs és Róma. Ti döntitek? Bécsben lesz. Rómában. Így lesz, minél úgyse le se foglalják, lehet simán repülőzni. Újraindul a verseny, mindenki pontokat gyűjthet az évad folyamán, és a végén lesz egy győztes. Olyan vagyok, mint a 2023-as évvel, már most elengedtem. Már most elengedtem, ő nagyon az a fiú. Megírjátok meg neki. Nagyon rászalik az egész. És a legjobb kommentet fogjuk megvalósítani. Eltelt a 10. A cím az, hogy irány Róma. Perc. Amúgy igen. Körülve várjuk az eredményt. Így elég hamar kiderült. Rómában nem voltam még, de ennék egy bécsi szeretet. A nyertes 83% a Róma. Gyerekek! Nem tudtok olaszul amúgy? Én tudok egy szót. Busz megálló! Jó, de proli, nagyon proli. A vicces már, de így mondod a dolgokat, akkor már olaszos lesz. Szevasztok, gájszok, itt vagyunk a budapesti reptér. Szevasztok, gájszok! 4 emberke közül ki az, aki meghívja az egész brigádot egy felesre a repülőgépen, jó? Egy felesre meg kell hívni. Ez aztán nagyon-nagyon kemény. Jó lehet repülőn inni amúgy. Henrik Etten is úgy utazik. A Joerre szavaztatok a legkevesebben. Aranyosak vagytok, én tudjátok, hogy nagyon szeretlek titeket. Itt vagyunk együtt a YouTube-on már évek óta. Amúgy ő a legszimpatikusabb. És ő se szimpatikus, de a többi az még rosszabb. De amikor Román voltál, akkor másba is voltál, nem? Volt egy egy. Szex, ha. Ott baszott, mert Rómában ővel kell menni. Első randim, és azon vettünk egy repjegyet Rómában. Nekem csak az van, hogy első randim ez van, akkor mi van a harmadikon? Elment valakivel Rómába második randira. 298 szavazattal a Felus, és 296-tal van a Sipi, tehát a Felus fizeti a piacot. Ez egy rendes vlog videó, de még mindig nem jutottunk el Rómába, és már 6 perce megy a videó. Most én végig fogom ülni az egészet, mert streamelek, de amúgy nem ér, már rég elnyomtam volna. ez hogy content, hogy isznak? Meg fél Magyarország ezt csinálja konkrétan. 3 7-es 49 euró és 50 cent. 49 euró? Egészség. Káruskán, köszönjük egészséget. Mennyire idegesítheti a többi utast amúgy, hogy valaki ott sétálgat kamerával is így ezek ott kocsingatnak, meg minden egészségedre, meg ilyenek, aztán csak ott útba vannak. A néni ott mellett, nem akarok benne lenni a videóval. Éppen a férjének ír, hogy itt valami kopasz idióta mellettem alkoholizál, és félek, hogy meg fog ölni. Miért nem magángéppel mennek? Amúgy igen, elvárnám tőlük. Én nagyon rég ütem vonaton, én remélem, hogy az lesz. Tudom, hogy vonat lesz, de... Milán, biztos vagy benne, hogy te vonatra szavazol. Ez annyira semmit nem ad hozzá az egészhez, hogy az emberek szavazzák meg, hogy vonatra vagy taxibe üljenek. Melyik alsónadrágot vegyem fel, srácok? Melyiket? Melyiket? A pirosat vagy a zöldet? És akkor, nézők, döntötték el a napomat. De azért jó, hogy vonattal megyünk, mert már majdnem sinem vagyunk. Mit csinálsz? Miért későre vagy? Már majdnem. Mit fognak csinálni Rómába? Inni fognak és baszni? Vagy mit fognak csinálni? Mert ezt a kettőt tudom, hogy szokták. Mikulás ruhába kell lennie. Mikulás ruha. Nice. Egyszer eljön Rómába is, ebben a szarba kell legyen. Végre van valami jó is. Ez már valami. Cigi, Joer Junior, vagy Lélán. És Zsauri. Nem mondom, nem csak négyet lehet. Nem mondom, hogy kire szavazatok be. Csak négyet lehet, mert Insta szavazás. Még ez a... Többen vannak, mint négy, és az Insta limitálja őket konkrétan. Túl sok effort. Sipi. Miért ilyen? Izgultok, Mikulások?
Séta. Ez kemény, hogy volt velük konkrétan egy kamerás ember, aki így ment, meg minden. Nagyon-nagyon jó. Tényleg igényesek a felvételek, meg minden több kamera van, meg teljesen jó. Látom, hogy nagyon sok pénz bele van ölve ebbe, de maga a tartalom szar. Tényleg csak proliskodnak. Ők elmennek bárhova és jól érzik magukat, szerintem ők bárhol le tudnának forgatni egy ilyen videót. Ha ők így, nem tudom hányan megvannak, ez nekünk szar. Nem, ez másoknak is szar szerintem, csak ők nem tudják, hogy nekik szar, mert szar az ízlésük. Mindegy. Ezt hívják szubjektív véleménynek amúgy. Benyögnek pár szexes point, esetleg finganak egyet, vagy valami, és tök jó videó lesz. Szégyenérzet nélkül megcsinálják. Ennyi kamerás van, akkor legalább normális téma legyen. Nem. Hát egyelőre nem volt túl sok, de majd itt úgy is lesz. Itt csajozás is lesz, úgy látom. Aha, ott van az Eiffel-torony, látjátok? Egy zenét énekeljek rohadt hangosan, vagy pedig önfeledten táncoljak, ezt szavazzátok meg. Skaco, megszavaztátok. Én remélem énekelni fog. Sipinek énekelnie kell. Ez az, úgyhogy mi messziről fogjuk figyelni, de ti már ezt a közeli kamerát látjátok róla. És... I don't care about her presence underneath the Christmas tree. Senki nem jön. Nem érdekel senkit. Így annyira nem gáz neki. Viszont felrakja internetre, ahol mindenki más látja. Szóval így lényegében ugyanaz. Csinálta van a Budapesten is. Miért kellett ezzel menni Rómába? Lehetett volna valami Róma specifikus epizódot nyújtani a nézőknek, nem? Vagy mit tudom én, hogy csinálnak egy nagy pizzát, mert hogy az izé Olaszország, vagy valami, vagy nem tudom érteni. Még az is egy szar koncepció lenne, de azt mondanám, hogy legalább tematikus. My wish come true. All I want. Hogy ilyen, amúgy ez a tánc, hogy jól hallhatja amúgy magát? Ez most neked a tánc, vagy az ének? Az a baj, hogy amúgy ő zenél is. Ő csinált zenét, és arra reagáltam a múltkor, ami kicsit szar volt. Mi ennek a tagnak a neve? Elfelejtettem. Sipi? Sipi, ugye? Egy zenésznek szerintem azért valamilyen szinten, egy valamire való zenésznek kínos lehet az, hogyha ilyen videó kikerül róla, hogy így össze-vissza csuklik a hangja, meg tényleg így baromkodik. És ő nem tudom, hogy valóban zenésznek gondolja magát. Nagyon remélem, hogy nem, mert ez semmi. Ez a zene. Nagyon jó. Sokat énekel. Ó, cash van ott! Ezt a szöveget ezt ő írta. És nem is tudom, hogy ez hogy jött, vágod, de az, hogyha most ezt így valaki megcsinálna ezt a zenét, így konkrétan. Nem tudom, egy OTL-es ember megcsinálna ezt, poénból, és kirakná SoundCloud-ra, azt mondanám, hogy há, jó, oké, vicces. De azt, hogy valaki ezt komolyan gondolja, és minden zenei platformon elérhető, és hogy úristen, dalszövegét, de le van írva meg ilyenek, haver! Ez nem ér annyit sem, hogy felrakt SoundCloud-ra, nem hogy még izé klippet, meg ilyenek. Igen, a Colgate-nak volt egy ilyen zenéje, és az jó is amúgy. Szíved édes, gyere drága, hullik a hó a szoknyádról. Ajándékod itt van, tessék, Jézuskától szeretettség. Ez megjött ma a Szentlélek. Megjött ma a Szentlélek, Mikulásra bespézei. Azt mondta, hogy bespézik a Mikulással ember, hát ez mekkora királyság. Lenne lehetőségem bármelyik drogot elfogyasztanám a Mikulással, mert a Mikulással csinálod ember, az mennyire király? Traumatikusak, mindkettő. Úristen, geci! Szegény öregek mindjárt szívromot kapnak, mert azt hiszik, hogy ott mesztelen leszaladta. Én annyira féltem, hogy ránk hívják emiatt a rendőröket, hogy a Felussal, meg a Lénárda, meg a Joe-val átjöttünk inkább ide előre, átjöttünk az út másik. Logan Paul-t is Rómába csukták le, mert drónozott amúgy, igen. Remélem, hogy a csávók is fognak drónozni. Következő zebránál ki az, aki pókjárásban menjen át, mondom a neveket. És ez felnőtteknek szánt tartalom. Pókjárásba fognak menni. Keres egy szemét, és hív meg egy sült gesztenyére, vagy hotdogra. Kérdés, hogy egy hölgyet, vagy egy úriembert keres. Hogy tudnék már angolul? Nem tud angolul, nem már. Én mondjuk ő a leg idősebb, amiket te felületen tudhatna angolul. My name is Leonard. I would like to you
Vine. Nagyon szeretem. I would like to you, Vine. Úristen. Ez nem direkt volt kínos, csak mondom. Oda megy egy alkoholszagú magyar ember hozzád Rómába, vagy meghív randizni, vagy valami, hallod? Szerintem az országból futnék ki. Na, what's the newspaper? Úgy kezdjük be, what's the newspaper? Óra indult, 10 perc, hajrá! What's the newspaper? Na, gyerekek, én nem tudok angolul. Mert ugye mi újság, érted? Elől fehér hajú, oldalt meg szőkés. Ne, 10/4, tesó, 10/4. 10/4, geci, mint a tárgyak lennének vágod! Ajak, nagyon gáz, úristen! Hát ezt bármelyik másik országban csinálták volna, ez nem kell Rómába menni, hogy így leégessék magukat. Senki nem fogja azért megnézni, mert Róma. Engem érdekelt volna kifejezetten az, hogy ez most így miért Róma, tematikus dolog, Róma, Rómáról megtudok valami új dolgot, nem. Azt tudtuk meg, hogy Rómában is van segge a nőknek, és ott is lehet pontozni őket ezek szerint, hogyha én alfa hím vagy. Sorry lady! Can you speak English? Just a little bit. Oh, so we are the same sint. We are the same sint. I have a boy band from Hungary, and I have a mission. As a video. Search a wonderful girl in this place, and I think you is it. You is it. Hogy tud ennyire rosszul angolul? Aaaaaaah! Nagyon fáj! Mondja, ez ilyen politikusnak elmát? Na szerintem. Politikus angol tudás, az megvan. Tesó, kérdezz meg, hogy odaadhatod-e a kezébe, hogy can I give you a handjob? Azt kérdezz. Can I you eat this sweetie? I pay. I pay? Come on. No, come on. For your husband? Okay, we have a 5 minutes. Okay, come on. No, I can. El akarja rabolni a szegény nénit, vágod, mondja, nem, és még erőlteti rá, vágod. Konkrétan fél mindjárt retteg, vágod, retteg, mert a telefonnak eszébe, mindjárt hívja a rendőrséget, hogy el akarja rabolni a csávok. Have a 5 minutes, okay, come on. No, I can. This is a very, very special mission for me. I can't sleep anywhere. Térdelj le, csókod meg a kezét. Jó, okay. Come on, please. Okay, sorry. Grazie, sorry. Sexual harassment, amúgy. Can I sit with you? Jó, nagyon jó. Már felfigyelt rá. Az. I learn English in this very special place. Egy tolmácsi szemlékét. Teljesen vakon van az ember. And I have a question. What's the newspaper? What's the newspaper? Kölyök megkérdezte. Úristen. Do you want to eat with me? Do you want to eat with me? No, sorry! Elutasították politely. Mi nuts? Two big nuts. Okay. He is my friends. Forduljunk el valahol. Most mit? Can you give you? Can you give you? I would like to... peanut? No peanut. Go peanut. Úristen, bazeg. Már elutasította a lányom úgy egyszer, csak mondom, hogy ez már azután van. In Hungary, sürgesztenye, roasted chestnut. Would you like to eat with me? I pay. You're very nice. You're very nice, but sorry. I'm just having to go to some monuments and I have timelines and wow. No. You give me a red flag? You give me a red flag? No? This is... Ez ennél kínosabb nem is lehetne már. Mi a f***om ez? Ez mi ez a videó? Ez a legjobb videó, amit láttam mostanában. Ez meg kiégett rendesen. Ezt
ezt a csatornát, ez nagyon örülök, hogy feliratkoztam még az elején, bazd meg. Bele is nézett a kamerába a csaj már többször, igen, és mondta is, hogy nem, és még mindig ott ül és próbálja magyarázni, úgyhogy nem tud, mert language barrier van vágod, egyszerűen nem tud az ember beszélni. Oké, oké. Would you like to come with me? Oké, thank you. Can you give me a kiss? Mi? Hogy? Bruh. Would you like to have kids with me? Bruh. Yes. Make kids. Bruh. Do you wanna fuck? Ezt kellett volna megkérdezni, Lénárd. Azt kell megkérdezni, do you wanna fuck? Ez azt jelenti, hogy szia, hogy vagy? Lehetnék én is haverod, vágod? Hát ilyen barátokkal az embernek minek ellenségek. De ezt érdekes módon hezítelés nélkül meg tudta csinálni. Azt viszont, hogy do you want to eat with me, azt nem tudta elmondani. No. Oké, okay, bye. Oké, okay, bye. És még hozzá is ért. Még adott neki egy ilyen izét. Ki lettem offolva, tesó? Hát mi jó, hogy ki lettél offolva, bazd meg? Hát ezek után csak csodálkozik? Ó, oh, szávasz, mukambuk el, kinder kommandot le. Igen. Úristen, milyen mokambó geng, mi? Ez lehetett még ennél is kínosabb? Mondom, hogy még néztem volna a streamet, de ez... Kiégetett? Kiégzett. Hát akkor nézd tovább. Dehogy nézem. Pedig ezt sokan nézik. Szerintem nem a lányok nézik ezt a videót. Én azt mondom, srácok, hogy a néző 95% az fiú. Szerintem a Sandrának nem tetszik ez a content. Nekem ez jött le viselkedéséből. Egy perc. Van. Mondd azt, hogy kevés időd van, my cock is hard. Sorry. Nem, most azt nem mondta, ki fogja mondani. Ugye nem fogja ezt mondani. Sai una bella donna. Accetta questa castagna da me. Sorry. Ajándék for you. Ajándék for you, azt mondta neki. Ez egy nulla pont. Na gyere vissza. Pedig az első az megértette, és még örült is neki, hogy mondta, gyönyörű nő. Kicsit már olaszul próbálkozik, így már egy kicsit jobb. Majd kicsit érdekes, hogy az olasz jobban megy neki, mint az angol. Ha valaki tud angolt, nem kérlek, segíts minket. Hát az ráférne. És az a helyzet... 23-ban, akkor születtem. Az a helyzet, srácok, hogy ennek az epizódnak most vége van, ezt most le kell zárni. Ki kell köszönjünk tőletek. Lezárják az epizódot, basszus. Milyen sokat láttunk Rómából pedig. Ott van a háttérben, látjátok? Ott van. 2000 éve épült. Ezt megtudtuk. Ja, mert Rómában voltak, ezt el is felejtetted, ugye? Fel se tűnt? Igen. Minket, mindenhol, ott voltak. TikTokon. Very safe girls, how are you? We are Hungarian, of course. A csávok támadnak Rómában, egy hét múlva találkozunk. Mit mond? Össze-vissza. Úgy kiabálnak, meg ott videóznak, és mindenki őket néz, és... Jaj. Van róla videó. Nagyon ennyi elég volt. Csávók! Joer Junior! Legrandom generáltabb nevek amúgy a világon, csak mondom. Attól leszel menni, hogyha pénzzel pózolsz amúgy. Hölgyek, urak, fiúk, lányok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Elérkeztünk a Csávók második részéhez a negyedik évadból. Még mindig itt vagyunk Rómában. És megint nőket fognak zaklatni Rómában. Let's go! Mindig a gyönyörű Ponteonnál vagyunk, ezt itt mutassuk meg. Mikor építették, tanár úr? 2000 évvel. Újra 2000 évvel. Köszönjük 2000 évvel. Yes, sir. Mire? Csak újra. A szülinapodra. Oktató jellegű római epizód. És húznom kell, mert hogy feladatok vannak, és most akkor... Számoljátok, hogy hányszor van szó arról, hogy Rómában vannak, és hogy mennyit tanultok Rómáról a 33 perc alatt. Mennyi hasznos dolgot fogtok látni. Használjuk a cigit arra, amire való. Szívjuk el. Húzzunk belőle! A PIJJ, akkor idősebb kellene lefotóznod. Arra kérlek, hogy szabjuk meg azt, hogy tényleg legyen idősebb. Jó, oké. Igyekezni. Tud angolul, úgy érzem. Jó, bocsánat. Elmélyek mellé. Picit. Elmélyek mellé telefonálgatni. And I can edit it and I will send it to you because it will look amazing. It sounds like money involved. It's free. Nem, figyelj. Amúgy... Azt hiszik, hogy le akarja húzni. Yeah, I'm just visiting and... This city is just amazing. Úristen, geci. Eddig nagyon jó. Amúgy eddig ez nagyon jó. Ez még annyira nem proli. Majd a pelus mindjárt intézi, majd mindjárt oda megy az öreg nénihez, és akkor a srác mondja neki egy félbe, fogd meg segít az öreg néninek, ó, dugd be az új... És megcsinálná. And really good. Remélem tényleg elküldik neki. Can you put your right arm and your left arm up like that? Yeah. Just like freedom.
Ne csináld, ne csináld! Ezt nem a freedomot jelenti. Yeah, that's it! Bazzik is oda ment mögéjük. No, yeah. That's fine. Az egy jó kép lett. Can we try another one? Szerintem nem a felúsos. Oda menjek már, ezek is mögé egyszer, ne csináld már. You're fine. Oké. Okay. Tetszik neki, hogy te, ilyen mosolyog a nő, mosolyog a nő. Én nem láttam vagy. Ott, itt, így, így. Legalább szebbé tették valakiknek a napját, és nem csak elrontották, mint az előzőknek. Ez új egy pont, hogy közben bement a Sipi bejárkát folyamatosan zavarni, a Joe bent volt, oda ment a Felushoz, a Felush pedig végig ott volt a Joe közelébe, hogy zavarjon. Ez csont szép, nélkül szép teljesítmény. Tényleg szép teljesítmény amúgy. Idáig nem proli. Ennyire ez egy egész jó videó. Sokkal jobb, mint az előző. Micsoda muzsika! Megnézzük, hogy a Milánnak mennyi ilyen kis pizzás candy fér bele a szájába. Na mindjárt meglátjuk. Egy, jaj, kettő. Amúgy lehet, hogy egyszerűen hogyha magad... Ezt tett a boltba, Jenny. ...rakodunk, nem? Tisztel félre! A zene nagyon sokat segít rajta. Ezt már megvették? Vagy majd utána mérik le, hogy megette? Vagy úgy is kiköpi. Majd úgy veszik meg, hogy amennyit ki tud köpni, ne kelljen többet fizetni, tudjátok. Mert ez úgy van, egy csújra fizetett ki. És úgy gondolták, hogy ők nem szatyorba teszik, hanem a szájába a tagnak. Aztán kiköpi, és lemérik, és kifizetik, aztán megeszik közösen. És ezt amúgy nézném. Tehát ezt sokkal inkább nézném, mint alapból a csávoknak bármelyik másik ötletét. Fúj, geci, elkapta! Visszateszi! Ez eddig nagyon jó tartalom. Skipelt őrész. De már esik ki, akkor... Hát hogyha már esik ki, akkor lehet, hogy nem fér vele több, nem? Nem? Lehet, hogy egy okos embernek mondjuk ez esne először? Hogy amikor már harmadjára esik ki a szájából, akkor nem kéne még jobban bele tömni? Nem tudom, lehet, hogy az azt jelenti, hogy tele van, de... Nem tudom. Én nem vagyok olyan okos, mint ők. Megnézném, hogy átlag csávok rajongónak milyen élete van amúgy. Tehát aki mondjuk tényleg fogyassza ezt a tartalmat folyamatosan, az milyen lehet? Hogy nézhet ki? Milyen helyekre járhat? Miket csinálhat? Hát srácok, lányok, megjöttünk a Trevik úthoz, ami Rómának a leghíresebb szökőkútja. Talán a világon az egyik leghíresebb szökőkút. Hogyha jól tudom, de mindjárt megkérdezem. 10 perc alatt kevesebb, mint 10 szexvic a csávokban. Hát, azok a szexvic per perc counter, az most nem akadt még ki. A Trevik út arról híres egyébként. Trevis Control nevezték el. Azt hiszem, hogy az 1700-as években építették, és ugye itt szerencsét hoz, hogyha beledobod a saját kis pénzedet. Ez már a második érdekes tény, amit mondott. Ők nem elhiszik, hogy a perversség jó, ők csak ilyen nagyon rossz fiúk akarnak lenni, és ők attól jók, hogy rossz fiúk, ők azt hiszik. A nő így oda megy egy ilyen faszihoz, utána pedig csodálkozik, hogy nem tiszteli. Fúj, az összes férfi rossz! Mert eddig csak ilyenekkel volt együtt. De ugyanezt mondom azoknak a fiúknak is, akik meg úgy vannak vele, hogy minden nő egy kurva, meg bazeg, akkor keresd egy olyat, aki nem az. Tehát most, hogy alapból olyanokra mész rá, akkor ne csodálkozz, hogy nem fog tisztelni. Ezek a fuckgirl meg a fuckboyok mindig, nem tudom, nagyon elrontják az összképet. Kávéra vagy sörre kérjek pénzt. Sure, let's go! Most kéregetni fog valakitől? Can I ask you one thing? I'm from Hungary, I have a test to get only one coin from someone to a beer. Do you have a coin any in any case? No coins? Thank you. Okay, so... Nincsenek koinjai. Kicsit több időt kellett volna rászállni arra az angol tudásra lehetséges. Itt amúgy az a poén faktor, hogy alkoholra kér pénzt most? Őszintén a legvagányabb. Válogat. Szerintem amúgy gondolkodik, hogy mit mondjon. Most az összes angol tudását összeszedi. This is my birthday and I got a test from my friends. I need to get one coin for the beer. Do you have any chance, any type of coins? For money. Coin. No. Thank you. It's okay, menni. Thank you. Nem. Igen. A sör a baj, mi? Jó, darálj, fél, szól is mi? Szerintem nem a sör a baj, hanem az, hogy kibaszott coin. Csak még nem mondja azt, hogy kell neki 1 euró és kész. Don't have to be euro or any type. Just card. Just card. Csak kártya, bazzag. Mindenki csak kártya. Ez k***nálmas, szétunom az agyamat. Ott a parlament, srácok. Az a magyar parlament. Találhatom mögöttünk a haza oltára, magyar nevén. És egyébként az összes olasz elhunyt katonának. Na ez már a harmadik dolog, ami érdekes benne. Érdekes római dolog. Ha. 1 euró or mystery gift. Játékot kell játszani úgy, hogy legalább egy ember a mystery giftet válassza. Jó, ez egy nagyon jó játék, Joe. Mondd, hogy PS5 van benne, hogyha nem válasszál. Jó. PS5. Jó. De én sem tudom, mi van benne, tesó. Cigit bírom. Néha vannak jó poénjai.
De ő is nagyon prónyó. Kedves legyen, vagy egy flagma állat. Nyilván, melyikre fognak szavazni? Hol volt az üstöki csata? Mész a f***. Megír... Ha-ha, általános iskolás poénok. Hú, srácok, I got these. These nuts. Hey, sorry. Beáll elé! 5 euros or the mystery gift? Ugye milyen kellemet? Ó, de jó, szóval. De imádom. Be fog égni, figyelj, be fog égni. No, nothing. Thanks. Nothing? Sorry. No. Do you want 5 euros? No. Why not? Mi a fasz? Én nem. Ez majd engem is felbaszna. Amúgy nagyon rossz emberekhez oda menni. Nekem volt egy videóm, Kaposváron forgattam egy bűvésszel. És oda mentünk emberekhez bűvész trükköket mutatni, és ezt felraktuk YouTube-ra. Baszd meg, annyira rossz volt. Emberekhez oda menni, hogy hello, szia, valahogy full random emberekhez. Alapból nem. Nagyon nem. I give you. Azt lehet, hogy kihagyni. I give you. Jó. I give you a mystery gift or 5 euros? It's for a TikTok. 5 euros or a mystery gift? You take the mystery gift. All right. Mystery gift, that's all that's for now. It's going to be an iPhone 14. Open it, open it. Right now, right now. Right now. Mi lesz benne, geci? Tuti nem ad, csak a doboza, csak a doboza. Tuti, hogy csak a doboza. Tuti, hogy csak a doboza. Open it, open it. Má, nem igazit kaptok. Azért ennyi pénzük nincsen a gyávóknak. Inkább alkoholra költik szerintem. De legalább most már van egy iPhone doboz, el tudja adni 5000-ért. For real? Open it. Na, még egy mystery giftet eladott Joe. Nagyon szép. Amúgy milyen kapzsiak az emberek? Miért visz, milyen kapzsiak az emberek? Hát akkor pont, hogy a pénzt választanak, nem? It's for you. Mi volt benne? Mi volt benne? Dino. Műanyag Dino. Cheers. Hát, hogy bomba van benne, vigyázzatok. Nem, az így ilyen fürdőszivacs. Az ilyen pónis, aha. Cheers. Thank you. Az ember sose fogja megtudni, hogy szerepelt ebben a videóban amúgy. Meg valószínűleg a többi sem amúgy. Ez eddig a legjobb rész a videóban. Nyomod! Thank you, man! You're really amazing! Ők amúgy még mindig gyerekek, én azt filozom, hogy én akárhogy nézek rájuk, ők nem tűnnek felnőtteknek. A Dorko jó helyekre visz. Dorko szponzor? Érkeztünk a Kolosseumhoz. Jó, várj, akkor mentek egyet, jó? Mit ettek születésnapokkor a rómaiak? Jaj! Gladiár tortát. Oké. Okay. Az utolsó előtti feladat cigikémre hárult. Hello, cigi. Akinek? Akkor ő kell választania, hogy belefekszik egy jó kis megcélzott személy ölébe, vagy pedig a vállára kell esetni. Zaglassunk random embereket! Ez tök jó hangzik amúgy! Nem? Amúgy elég ijesztően néz ki, tehát hogyha ő oda jönne mellém az utcán, hát nem tudom. Cigi, egy kicsit fáradtabban sétálgass már. Na, el is mennek mellőle. Föl is álltak. Hát most gondoljatok bele, hogy most, hogy ő odaülne mellétek, lehet, hogy ti is felállnátok, nem? Hú, tesó, már nagyon álmos vagy, jó? De amúgy pont nézi őt. Amúgy nézi. De ez nagyon, nagyon creepy. Miért kell ilyen feladatokat csinálni? Annyira sok jó dolgot lehetne csinálni ott, érted? Tehát ilyen sportos dolgokat is például, mit tudom, elfutnak A-ból B-be, vagy a f***n tudja, érted? Láttam már ilyen videókat más magyar emberektől, és jól meg volt csinálva külföldiektől, és láttam, az is jól meg volt csinálva. Nem meri. Túl messze van. Hát az, hogy értelmes lenne neki olyan távba leülni. Mi a feladat? Az, hogy el kell aludnia valakinek a vállán, vagy az ölébe. Mellé fog. Nem fog rád ölni. Elmennek! Cigi, nem lehet. Amúgy ez igaz. Kurva unalmas. Five minutes, azt mondja. It's a prank. Prank, it's a prank, don't hurt me. Három különböző helyje, arccal vagy turistával csináltatnod kell fotót saját magadról, úgy, hogy nem szólalhatsz meg, csak magyarul. Jó? Na hát igen, angolul lehet, hogy nem is tudna.
Úgyhogy... Ne, nálam már meg se próbálják. Johan, nálam van, Bábi? Itt van Lucy Liu, ne. Már most 18 éves, igen. Ennél is kínosabb az egész, de nagyon adom. De még mindig Rómában vannak amúgy, csak mondom. Hát vele kell fotót készítenem, úgyhogy csak magyarul beszélnem. Így, ahogy most nem mondhatod. Thank you. Fázik. Barbara. Kárlá. Renáta. Kárlá. Csicsolina. 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 Jó. Oké. Csicsolina. Hallod, a cringe az átjárja az egész testemet ennél a videónál amúgy. Hello, csinálnátok rólam egy képet? Igen, igen, igen. Ennyi? Barátnő, barátnő. Két foga van a bácsinak, csak mondom. Geci, fontos részlet volt. Ez nagyon beteg. Jó, egy megvan. Nyelves sok. Igen, nyelves. Na, de több szexpoén volt benne, mint érdekes tény Rómáról, szóval... Még jók vagyunk. Ez még mindig egy csávók videó. Ha fordítva lenne, akkor egy kicsit fura lenne. A NER hogy viseli ezt a proliságot? A csávók kreátor tévés, ami posztforrentes, mineres. Hát nem tudom, hogy mennyi felsőbb ellenőrzés megy véghez, szerintem nem túl sok. Én szerintem mondjuk a pénzeket megkapják, elutazgatnak belőle, csinálják a szar műsorukat, egy bizonyos réteg megnézi, nagyon-nagyon sok pénz nem jön vissza a videókból, csak úgy elkészülnek amúgy. Mindannyian tudjuk, hogy a börtön... Az egy nagyon komoly hely, mert ott rossz emberek vannak bezárva. Ja, bocsánat. Mindannyian tudjuk, hogy a börtön az egyik legveszélyesebb hely a világon, mivel a földön élő lehető legveszélyesebb embereket zárják be oda. Na mondtam, hogy ezt fogja mondani, ezt megjósoltam, ember. Ha a strandon nincs pénzed fagyira, csak menj az anyabankba. Fáj az agyam ettől, nekem is. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád, a ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.